Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Pont azon gondolkodtam adás előtt, hogyha kéne csinálnom egy ilyen hollywoodi szuperfilmet, akkor biztos vagyok benne, hogy mai napi vendégem lenne benne az egyik főhős, aki előre megfontolt aljas szándékkal a gonosz karmaiból kimenti a gyönyörű szuperhősnőt, és a végén elnyeri jutalmát. Igazából naponta csinálja ezt, csak kicsit szőrösebb élőlényekkel, mint egy hősnő, és kicsit több lábbal megáldott élőlényekkel, általában négy lábú élőlényekkel. Vendégem a stúdióban Bíró Zsolt állatvédő, állatmentő. Szia, köszöntelek téged! Szervusz, Zoli! Köszönöm a meghívást! Rengeteg mentésen vagy túl. Beszéljük a legutolsóról. Mi volt a legutolsó mentésed? A legutolsó, amelyik olyan... Igen. Jobban megviselte az embert, olyan... amelyik egy kicsikét olyan nem volt túlzottan szokványos. Igen, amelyik olyan emberes volt, hogy szoktuk mondani. Hát a legutolsó, amelyik olyan jobban megviselt minket, engem, az egy kilövéses eset volt, amikor is ugye Székesfehérvártól nem messze egy szántóföldön négy kilőtt kutyát találtak, járókelők, arra közlekedők. És hát ugye mindegyik kutyán lőtsebb volt, ott voltak hagyva, busztába, mind a darab szemét ott gyakorlatilag elszórtan, ahogyan éppen menekültek, feltételezem, ahol érte őket ugye a halálos lövés. Az egy kicsikét azért megviselt engem is. 7 éve foglalkozok ezzel, de mindig tudnak azért olyan esetek jönni, amik azért megviselik az embert, és nem is igazából nem minden esetben a látvány, hanem maga az embereknek a közönye, meg az embereknek egyáltalán az, hogy hogyan vetemedhet valaki erre, hogy hogyan tehet valaki ilyet. Mert például nézzük ezt az egy esetet, tehát ugye ha ezt teszem, azt egy jogszerű, úgy mondom, jogszerű kilövés volt, akkor arra minden lehetősége megvan ugye vadászatra jogosult személyeknek, hiszen űzi a vadat, a vadállományt védeni kell. Én ezt meg is értem, tehát én értem ezt. Nem fogadom el, de megértem. Viszont megvannak a direktívák az elszállításukra is, és ugye nem ott hagyom őket, mint az autóból menet közben kidobott műanyag flakont, hanem akkor, ha már így alakult, akkor azonosítatom, hanem akkor pedig tisztességben eltemetem azokat az állatokat, mert ennyi azt hiszem nekik is jár. Ha kóbor, ha gazdás, ez úgy gondolom minden állat megérdemli. Persze, felmerül ugye joggal a kérdés, aki ennyire nagy állatbarát, állatvédő, állatmentő, ez a szíve, lelke, tényleg ezt csinálja folyamatosan, hogy ez gyermekkorodból indult már, egyébként a gyermekkorodban is már olyan ember volt, ahogy mondták azt, hogy Zsoltika, vigyázz azzal a kutyával, nehogy megharapjon, tehát nem. Tehát mi, illetve a családom, az, amióta én az eszemet tudom, van kutyánk. Tehát folyamatosan tartunk kutyát, amikor kisebb voltam, kisebb testű kutyánk volt, utána ugye, amikor elkezdtem kamaszodni, utána lettek ugye nagyobb testű kutyáink, és ugye mi gyakorlatilag együtt nőttünk fel az állatokkal, innentől kezdve nekünk ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy mi az állattal családtagként bánunk, és van ez mind a mai napig így a családunkban, tehát a szüleimnek, a testvéremnek mindenkinél van állat a családba, és gyakorlatilag mindenki családtagként bánik velük. Nálunk az állat sose volt egy tárgy, sose volt egy házhoz, vagy egy lakáshoz, egy berendezési tárgy, egy kellék, hogy az udvaron a helyet, stb. Nem. Gyakorlatilag ez nálunk egy teljesen elfogadott és megszokott dolog, és ugye hát ebben a szellemben neveltek minket a szüleink. És hát gyakorlatilag ugye nekem van egy vesszőparipám, hogy a gyengébbet nem szabad bántani. És az állat az védtelen gyenge, és ő nem tud visszaszólni, hogy ez fáj, hogy valami fáj, hogy ez így nem jó, hogy ez a lánc túl rövid, hogy nagyon vágja már a nyakamat, hogy nem kapok enni, miért nem kapok. Nem tud visszaszólni, nem tudják hallatni a hangukat, ezért vannak azok az emberek, akik valóban elég elhivatottak ehhez, és úgy gondolom, hogy szerencsére egyre több ilyen ember van, akik viszont hallatják a hangukat az állatok helyett, és tesznek értük, és ugye mentik őket, amit lehet. Mi volt az a pont, amikor elhatároztad, hogy állatmentő leszel? Tehát jött valami, sokan elmondják, hogy azért lettek azok, amik, mert láttak egy olyan műsort a tévében, vagy volt egy eset, ami megfogta őket, vagy láttak egy konkrét mentést. Neked mi volt az a pont, amikor elhatároztad, hogy mondjuk hivatásszerűen ezzel kezdesz el foglalkozni? Ez gyakorlatilag akkor kezdődött nálam, hát már több mint, hát lassan 8 éve, igen, ugyanis akkor egy országosan működő szervezet kereste meg az én akkori páromat, és kérte az ő, hogy dolgozzanak együtt, és ugye ezen apropóból gondoltam, hogy én is
elmegyek egyszer-kétszer egy ilyen megbeszélés, és hát, ha én is bármivel is tudok segíteni. Én nagyon nem akartam ezzel ilyen szervezeti szinten foglalkozni, és én ezt annak idején le is szögeztem ennél a szervezetnél, hogy én maximum a kapcsolati tőkémet szeretném ebbe belefektetni, ami úgy gondolom hasonlóan fontos lehet egy civil szervezet életébe. És akkor egyszer jött egy bejelentés, itt seregélyesen, és gyakorlatilag oda kimentünk, és gyakorlatilag ott annyira megragadott ennek az egésznek a, ha lehet így mondanom, a varázsa. Nem volt egy olyan súlyos eset, egy rövid láncon tartott kutya volt, aki teljesen jó kondicionált volt, tehát egy kicsikét el kellett csak beszélgetni a tulajdonossal a helyes ebb tartásról, meg a törvényi feltételekről, meg a lehetőségről, amit neki biztosítani kell az állatnak, hogy komfortosan és a jogszabályok szerint tudja tartani, és az állatnak ez élete is jobb lesz ezáltal. Meggyőztük, azonnal meg is csinált, és ez egy annyira nagyon jó pozitív élmény volt számomra, hogy az így szerintem elindított engem ezen az úton. És ugye hát utána többet magammal, barátok, ahogy említettem, ugye a volt párom, összeálltunk, és ugye akkor gondoltuk, hogy ha ez jól működik, és jó csapat vagyunk, akkor csináljuk ezt egy szervezeti szinten, és hát akkor ekkor alapítottuk meg az első közös szervezetünket, ami gyakorlatilag ugyan már nem az én vezetésem alatt, de továbbra is működik megyei szinten. Sokszor látni ismeretterjesztő csatornákon, hívjuk így őket, hogy vannak mindenféle állatmentők, és látni durva sztorikat, hogy van bunyó, aztán kitessékelik őket, kizavarják őket szívlapáttal, fegyverrel, bármi mással. Volt neked ilyen, ami mondjuk ilyen nagyon durva vagy gázos helyzet volt, hogy majdnem bunyó lett, atrocitás, sérülések? Egyetlen tudnám mesélni nyilván név nélkül, helyszín nélkül, ami ilyen nagyon-nagyon emlékezetes neked? Persze, természetesen. Tehát azt el kell mondani, hogy azért ezek az esetek, több ilyen is volt, és valamilyen, nem mondanám, hogy fura oknál fogva, mert tudom az okát, hogy miért, de azt most itt nem szeretném részletezni, hogy mindegy bizonyos régióra korlátozottak, tehát a megyének egy bizonyos régiójára, nem is mondom, hogy járás, mert több járására, inkább regionális szinten korlátozódik, mindig ott voltak ilyen jellegű problémák. Volt olyan eset konkrétan, hogy vasvillával jött ki az ember a házból, hogy már pedig ide mi nem jövünk be, soha nem fog ide beengedni minket, soha nem fogjuk elvinni a kutyát. Volt, amikor kimondottan provokált minket az ember, tehát beengedett ugyan minket, de ott köpködött, ugye beleállt az embernek az arcába, direkt provokált minket, löködött minket, belénk jött, tehát így próbált generálni még nagyobb feszültséget. Igen, és ugye próbálta ugye ezt így jobban generálni, nem jött be neki, mert azért, tehát ehhez, ami legfőképpen kell, hogy az ember azért itt hatékonyan tudjon működni, hatékonyan tudja ezt végezni, az a határozott fellépés, a szakmai és a jogi felkészülés, az a tudásnak ugye az elsajátítása, alkalmazása, emberismeret, és aztán a legfontosabb az a higgadtság. Így van, főleg az ilyen emberekkel szemben, hiszen úgy tudod őket a legjobban helyre tenni, sőt, ugye még jobban úgymond helyzetbe hozni és felizgatni, hogyha ők idegesek, ők meglátják, hogy higgadt vagy, így van. Ahány embert én megtanítottam, belevittem, betanítottam ebbe az egészbe, mindenkinek ezt hangsúlyoztam, hogy nem szabad belemenni ebbe az utcába, amiben ezek az emberek minket bele akarnak vinni. Mert abból akkor már ők helyzeti előnyben vannak, és ugye nem jó, mert ott meg úgyis legyőznek a rutinjukkal, mert ebben meg ők nagyon otthon vannak. És teljesen fölösleges, abszolút nem egy konstruktív kommunikáció alakul ki, hanem gyakorlatilag csak egymást szidjuk, egymást becsméreljük. Annak én úgy érzem, hogy semmi értelme nincs, mert nem visz minket előrébb. Pontosan, ahogy mondod, azért ezeket az embereket az nagyon szokta zavarni, hogy ő ideges, mi higgadtak vagyunk, és nyugodtak, és tárgyilagosak, és innentől kezdve akkor már nem tud igazából mit kezdeni ezzel a szituációval, és akkor előbb-utóbb sikerül szót érteni vele. Akivel meg nem sikerül, akkor ugye még mindig ott van a lehetőség, hogyha megalapozott ugye a gyanú esetleg akár egy bűncselekményre, akár egy szabálysértésre, akkor pedig ugye akkor az illetékes hatóságot értesítjük, és azt kell mondanom, hogy megyei szinten nagyon jó a hatóságok hozzáállása. Ezt jó hallani viszont. Nagyon jó, én úgy gondolom. Nyilván van még hova fejlődni minden téren, és ez abszolút nem negatív kritika bármelyik hatóság számára sem. Ez egy, én azt gondolom, hogy nagyon nagy előrelépés tapasztalható hatósági szinten.
Van még hova fejlődni, de remek úton halad az összes hatóság, és egyre szenzitívebbek, egyre érzékenyebbek a hatóságok is ezekre a problémákra, nem mellesleg, ami nagyon fontos, az emberek is egyre érzékenyebbek, és egyre szenzitívebbek erre minél többet hallanak róla, nyilván. Pontosan így van, így, ez a nagy számok törvénye, azért azért tudnék, hogy Magyarországon nagyon sok állatvédő szervezet, állatvédő, civil, állatvédelemmel foglalkozó, teszem azt mondjuk ebrendészetet ellátó cég működik, és az a jó, hogyha mindenki tudja, hogy neki mi a feladata, és ezt meg, ezen a feladatokon meg tudnak osztozkodni. Ez azért valljuk be, hogy nem mindig sikerül, tehát szóval azért az állatvédelem Magyarországon azért tudni kell, hogy azért nem arról híres, hogy akkor az egyetértés, mert ahol már kettőnél több ember van, aki állatvédő, biztos, hogy össze fognak előbb-utóbb valamint különbözni. Nem gondoltam egyébként. De valóban. Sajnos ez egy ilyen dolog. Kis hegycsák noriszok ők igazából? Nézd, nem tudom. Tehát igazából itt sokan szerintem ezt ebből hiúsági kérdést csinálnak, hogy miért nem ők. De akkor nyilván nem is gondolják komolyan, akkor nem? Tehát, hogy valaki hiúsági kérdést csinál. De én úgy gondolom, hogy ettől még komolyan gondolhatja. Én úgy gondolom, hogy ez intelligencia és kellő hozzáállás kérdése, hogy ezt tudja az ember kezelni. Én azt kell mondanom, hogy itt megyei szinten szerintem nincsenek ilyen jellegű konfliktusok. Nyilván vannak, tehát konfliktus az mindig van, de olyan erőteljes villongások, én úgy gondolom, hogy az utóbbi időkben már túlzottan nem jellemzőek. Hát remélem, hogy marad is ez így. Igen, remélhetőleg. Mert ugye azért a cél egy. Tehát innentől kezdve, amíg a cél egy, addig közösen kell azon munkálkodni. Aki viszont ebben nem partner, akkor az csinálja egymaga. Én valami is ezt mondom, senkinek nem kell erőltetni. Ha valaki nem akar együttműködni, azzal nem muszáj. Így van, így van. Azt csinálja maga. Gyakorlati dolgokra lennék még kíváncsi a továbbiakban, meg szerintem a kedves nézők is, hogy néz az ki például, hogy megy hozzád egy bejelentés, hogy szia Zsolti, vagy jó napot kívánok, láttam egy olyan ebet, amit rövid láncon tartanak, vagy veragazdája, nem kap enni rendesen, vagy mindig a tűző napon van. Ugye nyilván hozzá kell tenni, hogy az emberek nem mindig gonoszságból tartják rosszul az állatot, hanem mondjuk az idősebbek, vagy a nem annyira tájékozottak, ugye azt csinálják, igen, hogy hát régen úgy tartották rövid láncon, biztos ez most is jó, stb. Tehát kaptuk van egy bejelentést. Ugye én láttalak már téged akció közben a közösségi oldalon rengetegszer osztottál meg képet, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon komoly ilyen figyelmet és fegyelmet parancsoló ruhában vagy, tényleg mint egy igazi akcióhős, és nyilván ez a munka, az kell egyfajta kiállás is, mert azt gondolom, egy 20 kilós ember, hogyha oda megy, az nem fogják komolyan venni, tehát amit mondtál, felkészültség, a jogi dolgokból, az emberi viselkedésből, a magatartásból, illetve tényleg egy olyan elképesztő szakmai alázat és maga a kiállás, ez az összes szükségeltetik, hogy jól tud végezni. Na, tehát visszatérve a kérdésem elejére, hogy néz ki gyakorlatban ez a dolog, hogy kapsz egy riasztást, odaérsz a házhoz, utána mi van? Hát ugye azt tudni kell, hogy ma Magyarországon egy állatvédő civil szervezet, állatvédő civil, ugye én most jelen ebben az aspektusban tudok magamról, igen, beszélni, az utóbbiban, tehát nem hatóság. Még ha úgy is állítják be magukat sokan, hogy elkobozzuk az állatot, ez lesz, az lesz, amaz lesz, nem hatóság egy állatvédő szervezet sem, civil szervezetként, civilként ugyanolyan jogai vannak és lehetőségei, mint bármelyik más állampolgárnak. Tehát aki jobban mennék ugyanazt csinálni. Nézd, tehát gyakorlatilag minden magyar állampolgárnak, amennyiben ugye szabásértést, bűncselekményt, törvénysértést tapasztal, azért a lehetőségehez mérten fel kell lépni ellene, és tehát gyakorlatilag a lehetőségek ugyanazok, adottak, viszont igen, itt jött ez, hogy ez egy jól felépített koncepció alapján kell minden esetben csinálni. Ezt ugye, ehhez az kell ugye, hogy rutin legyen az embernek, legyen gyakorlata, ugye amiket mondtam itt, emberismeret. Külső egyébként ez nem is annyira fontos, én azt mondom. Igen? Igen. Én úgy gondolom, hogy nem releváns a külső. Nem ez az elsődleges. Persze nem hátrány, de egy külső... Egy nő is tud ilyen keményleni? Hogyne, persze, hát amíg én vezettem ezt a szervezetet az elmúlt 5 évben, hát én azt mondom, hogy a lányok azok bőséggel voltak olyan kemények, mint a fiúk, és bárhova oda mertem én őket állítani. Azonokként kiálltak? Nagyon-nagyon komolyan. Tehát én egyszerűen, tehát annyira jó összeállt csapat volt ez, hogy gyakorlatilag én azt mondom, hogy minden lány előtt le a kalappal, és bármikor én úgy gondolom, hogy
két fiúval felvették volna a versenyt, hogyha állatról volt szó, és ez most mindenkire szól. Uh-huh. Mindenkire vonatkozik, hölgyre, aki ebben az egyesületben tevékenykedett, akár operatív munkában, napi munkában, háttérmunkában, bármiben. Szóval kimentetek oda a helyszínre, becsengettetek a gazdához, bekiabálunk, kijön a kedves úriember. Nagyon hamar ezt az első pár szóváltásból ugye illik egy bemutatkozás, tehát mi jól neveltek vagyunk, én különösen. És, igen, jelenlévük mindig, és, ugye kivételek. Így van. Igen. És gyakorlatilag ugye azonnal kiderül, hogy együttműködő-e. Hiszen neki igazából nem szükséges minket beengedni. Persze. Pont azonoknál fogva, mert mi nem vagyunk hatóság. Tehát mi azért próbálunk meggyőzőek lenni, próbáljuk elmagyarázni neki, hogy azért mi nem jó, hogyan kellene. De jobban jár, hogyha ti mentek ki, ugye, mert hatóság az gondolom bírságból. Hogyne, persze, tehát szóval, hogyha már kimegy ugye egy hatósági szemle, akár egy szabásértés esetén az illetékes önkormányzatnak a jegyzője, vagy ugye több tehát körjegyzőség esetén a körjegyző, vagy a hatósági osztályról valaki nagyobb település esetében, akkor ott már ugye van egy szemle, abból már születik egy határozat, ami mondjuk még csak megelőlegezi a pénzbírságot, de ha nem végzi el, akkor már jön ugye egy pénzbírság, és akkor is el kell végezni. Tehát az nem mentesíti, hogy kifizet valamennyit, és akkor ez maradhat így ennyiben. Én mindig ezt is szoktuk mondani, hogy jobban jár, hogyha velünk próbál először szót érteni, mert szerintünk az inkább az állat érdekel elsősorban. Persze lojálisak és megértők vagyunk az emberrel is, mert látunk olyan eseteket, amikor tényleg azt látjuk, hogy szegény az illető. Viszont amilyen van, azt mindent megpróbál megadni annak az állatnak, most akár kutya, akár macska, teljesen mindegy, vagy tehát haszonállat, bármiről is beszélünk, mindent megpróbál neki megadni. Ezek közt azért különbségeket kell tenni, tehát itt nincsen fekete vagy fehér. Persze. Tehát itt még van kismillió egyezer szín, és mindegyiket, ezt a szint, azt észre kell venni. Minden eset más, gondolom. Természetesen nem lehet egy kaptafára venni egyiket sem. És azért nagyon fontos az, hogy azért én úgy gondolom, hogy azért jó arányban lehet meggyőzni az embereket észérvekkel. Én úgy gondolom, hogy jó arányban meg lehet őket észérvekkel győzni. Mert azt azért tudni kell, hogy azért itt tényleg arról beszélünk, hogy itt adott egy olyan, hogy tudatlanságból, ahogy te is mondod, ugye úgy tartja az állatot. Ezek sok esetben generációs problémák. Tehát adott egy család, ahol már évek óta... Igen, a bodri meg a cézár is, így ott láncon volt, meghalt, jó van, leveszem, eltemetem, jöhet a következő. Generációs problémák. És ezeket az emberekről hiába mennek folyamatosan ugye a prevenciós anyagok, újságokban, egyéb más fórumokon, lehet elsolvassa, mert egyszerűen őt ez annyira nem érdekli, hiszen már évek óta így van tartva a bodri kutya, akkor most én mi? Világos. Tehát ugye ezek a leggyakoribb problémák egyébként, a rövid lánc, oltás hiánya, mikrocsippes azonosító hiánya, ezek a leggyakoribb problémák. Ugye aztán van a másik eset, amikor már ugye megy a nem törő, a közönyből, a nem törődömségből az állat már gyakorlatilag elsorvad a lánc végén, azok a legdühítőbbek egyébként, az egyik legdühítőbbek. Az ugye már adott esetben, ha a hatóság elé kerül, ugye az nem feltétlenül csak szabásértés, hanem ugye, hogyha megállapítják, akkor akár bűncselekmény is lehet, amennyiben ugye a maradandó egészségkárosodását vagy a halálát okozhatja az állatnak. A másik meg gyakorlatilag a szándékos bántalmazás, meg teljes mértékben a szándékosság. De ugye itt azért vannak elég erős összefüggések. Tehát szóval jó pár évvel ezelőtt volt egy olyan esetem, Sárbogárdi járásban történt egy településen, ahol is egy német juhászkutyát tartottak, egy embertelen körülmények között egyébként. Még hogy ránéztem volna az utcáról, még azt is mondom, hogy hát van egy kenelje a kutyának, azért csak tud benne mozogni. Valóban volt egy kenel, de a kenel az körbe volt fedve, le volt fedve ráccsal oldalt alul felül, az ajtó bedrótozva vezérdróttal, jó alaposan még megtekerve, fogóval, ahogyan kell, hogy nehogy még véletlenül is kinyithassa valaki. Tál üresen, vizes tál befagyva, ez egy igen zord téli havas időben volt, amit kint, már a rendőrség kint volt, és gyakorlatilag a kutyát a kutyaházzal együtt hoztam ki, mert már kiéhezett és megfagyott a kutyaházban. Megengedték, ott együttműködőek voltak akkor? Nem volt ott a tulajdonos. Nem volt ott a tulajdonos. És erre például van joga egy állatvédőnek, ez nem jelenthet fel a tulajdonbeadót a területre? Dehogy nem, mint mondtam, nem hatóság. Mint mondtam, ugye nem hatóság. És ebből nem volt probléma egyébként, ebből az eset nem jelentett fel, mert ők gondolom, vagy kinézem belőlük, ők biztos, hogy följelentett. Nem, ő nem. Aha. Ő nem. Azt mondjuk jó hallani. Ő nem, de páran igen. Azt gondoltam, igen. Páran igen, tehát szóval persze. Mi azért mindig kényesen ügyeltünk, és én is mind a mai napig kényesen ügyelek arra, noha ugye most jelen helyzetemben én ezt abszolút civil emberként végzem,
hogy hát tudni kell, hogy hol a határ. És itt jön az, hogy az embernek gondolkoznia kell. Mert sok esetben azért a jog, meg a törvény, az nem minden esetben azt védi, aki ugye a adott esetben a szabásértést elköveti, de inkább sok esetben, aki segíteni akar, arra is ugyanúgy le tud sújtani a törvényszigorra, ami edzem, meg nem is baj, mert igenis határoknak, szabályoknak lennie kell, amiket be kell tartani. De természetesen volt rá precedens, hogy engem is feljelentettek magánlagsértésért, rágalmazásért. Gondolom, bíróságon gyakori vendég voltál, illetve vagy is. Voltam, előfordult. Előfordult, de gyakorlatilag mindig. Tehát egy esetben sem állta meg a helyét, én minden esetben éltem egy hamis vád miatti feljelentéssel, mert ugye erre lehetőség megvan. Nekem ezzel a híremet én úgy gondolom, hogy nem csorbították egyáltalán, hiszen ugye én semmi törvénybe ütközőt nem követtem el. Gyakorlatilag ezt vagy így lehet csinálni, én úgy gondolom, vagy sehogy. Persze nyilván hal az ember olyanokat, hogy igen, majd mi megoldjuk, meg oda megyünk, és majd sötétbe elkapják az embert, meg ilyenek, én is olvasok, látok ilyen videókat, de hát ez őszintén szólva, ez hosszú távon, hogy lehet csinálni, hát sehogy. Előbb-utóbb minden kiderül, előbb-utóbb mindenkit megtalálnak, és akkor utána ugyanúgy a zsiványok fogják folytatni az állatoknak a bántalmazását, csak akkor mondja, nem lesz, aki segítsen ezek közül, a jeles emberek közül, mert akkor már nagy többségük mind lehet épp a büntetését fogja tölteni. Így van. És akkor gyakorlatilag ő szidalmazhat bárkit, elérni nem fog vele semmit. Persze. Sajnos. Beszéljünk kellemesebb témákról. Beszéljünk. Azt gondolná az ember, ugye, aki ilyen nagy állatvédő, állatbarát, mint te, hogy egy ilyen konkrét eleven élő lutroalbum van az otthonában, tehát kutya, macska, zöldszemes, ostoros, papucsállatka, tehát minden fellelhető, ez így van a valóságban egyébként? Nem. Volt így is, tehát volt így tehát, is. Igen, volt ott minden tényleg? Én azt mondom, hogy inkább kutya, macska, madár, vadmadár, kis ragadozó. Mentek a kutyák, repkedtek a madarak ott. Nem, tehát azért nem kell egy ilyen észventúra feelingben elképzelni, azért nem. Rendezett sorokban, rendezett körülmények között természetesen azért volt olyan. Voltam olyan nexusban az életemben, amikor volt ilyen helyzet, hogy nagyon sok állattal osztottuk meg ugye az otthonunkat. Ez mostanra azért leredukálódott a három saját kutyámra, és gyakorlatilag tökéletes harmóniába élünk egymással, teljes szimbiózisban. Ugye állatvédőkről, aki tényleg van egy kemény oldala, meg nyilván van egy nagyon-nagyon érzékeny oldala, tényleg nehéz megfejteni, hogy milyen ember valójában. Hogyha mondjuk téged valaki próbálna megfejteni, első kérdés, hogy meg tudnál fejteni, illetve te milyen embernek mondod magad? Érzékeny embernek, kemény embernek, melyik dominál jobban? Tehát mondjuk elsírod magad egy ilyen romantikus, meghatódós filmen például, hogy szoktál-e sírni? Mert ugye kemény emberekről azt gondoljuk, megcsinál 25 ezer fekvőtámaszt, és akkor levezette a feszültséget. Én ezt úgy gondolom, hogy ez nem egy ilyen exakt dolog, ezt nem lehet így meghatározni. Tehát ilyen is van, és olyan is. Tehát én úgy gondolom, hogy is fogalmazzak. Tehát kell ehhez, hogy az ember az érzeket napi szinten lássa, azért kell egy edzettség, és itt most nem fizikailag értem, hanem lelkileg kell ebbe beleedződni. Hozzászokni, hozzá lehet megszokni, nem? Igen. Ezt szoktam erre mint mondani. A korán-kelés, igen, így van, így van. De gyakorlatilag persze mindenkit azért megvisel. Engem is mondom, van olyan történet, vagy volt az elmúlt időkben is olyan, ami azért különösen megviselt még mindig, akár a vizualitása miatt, akár a szagok miatt, akár ami még rosszabb, ugye az iszonyatos közöny, vagy esetleg sok esetben arra is volt példa, nem titok, a tehetetlenség miatt. Tehát szóval azért sok minden meg tud engem is viselni. Hát az, hogy elsírom-e magam, én azt gondolom, engem azt mondták a szüleim, édesapám, hogy legkeményebb férfiak is sírnak, mert ők elég erősek ahhoz, hogy kimutassák az érzéseiket. Így van. Ennyi. Tehát innentől kezdve, én aki azt látja, hogy nem, az szerintem hazudik. Én is azt gondolom. Úgyhogy innentől kezdve egy a lényeg, tehát visszatérve ehhez, meg kell bele erősödni. És itt mondom, hogy nem a külső, nem a megjelenés, nem az, hogy ki hány kiló, ki mit sportolt, vagy kinek milyen sportmúltja van, nem az számít. Itt belül kell erősnek lenni hozzá, különben rámegy az ember nagyon záros, rövid időn belül. Igen, pont a következő kérdés ebből adódik, mi a hobbid, vagy hogy szoktál kikapcsolódni például? Hát ha én kikapcsolódok, akkor nagyon előszeretettel vagyok a természetben. Tehát én imádom a természetet, nagyon szeretek kirándulni, kikapcsolódni, ugye a természet lágyölén, ahol tényleg se telefon,
Lehet, hogy furán hangzik, de se ember. Igen. Hát ez egy kicsit furán hangzik. Igen. De ugyanúgy nagyon szeretek a barátaimmal lenni, közös programokat szervezni a barátaimmal. Sportot az ugyanúgy meghatározó szerepet játszik most már újra az életembe, úgyhogy az is ki tud teljes mértékben kapcsolni, emellett ugye feszültséglevezetésnek is tökéletesen jó. Meg hát ugye természetesen azért ennél intellektuellebb dolgokat is szoktam csinálni, ja, bármilyen olvasni, fura, tehát gondolom, tudok olvasni, igen, és igen. Szoktam is, és hála Istennek az utóbbi időben már van is egy kicsit időm rá. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy fel tudom találni magamat szerencsére, és elég hasznosan el tudom tölteni a szabadidőmet, amiből még továbbra sincsen annyi, amennyit mondjuk én mondjuk szeretnék, mert akkor inkább 36 órából kellene állni egy napnak, és nem 24-ből. Igen. De én úgy gondolom, hogy azért úgy jó úton haladok afelé, hogy azért úgy legyen egy kicsit több szabadidő is, de persze ez az egész állatmentés, ugye ez mindig a szabadidő, adott esetben másoknál a család, hát ez egy non-profit annak a munkára, dolog, ja, úgy mondom a kárára megy, de ezt nem lehet kárnak nevezni, hiszen ez az ember szívből csinálja, szívvel, lélekkel, akkor az úgy gondolom, hogy ugyanúgy lehet akár egyébként egy kikapcsolódás is. Mondtad, rajta vagy az úton, és ez lenne egyben a mai nap utolsó kérdésem, hiszen lassan-lassan sajnos lejár a műsoridőnk, pedig tudnánk még szerintem órákat beszélgetni. Mondtad, rajta vagy az úton, nyilván ez már a jövőre is vonatkozik, hogy vannak-e terveid jövőre, ami elárulható? No, rengeteg, nagyon sok tervem van, Én továbbra is azt szeretném, hogy függetlenül attól, hogy én ezt civilként, más szervezetnek besegítve, vagy bármilyen úton, módon folytatnám ezt a tevékenységemet, vagy esetleg bármilyen más szervezeti formában, hogy továbbra is szeretném ezen a téren a hitelességemet megőrizni, és továbbra is tényleg én örömmel segítek bárkinek, én szeretek segíteni, én ilyen ember vagyok, most nem azért, hogy fényezzem magamat, én szeretek tanácsot adni, jó tanácsokat, persze annak, aki kéri, aki nem kéri, annak ugye értelemszerűen nem fogok adni, de én továbbra is mindenkinek a segítségemet akarom felajánlni, mert nekem továbbra is az állatok azok egy meghatározó szerepet játszanak az életembe, függetlenül attól, hogy milyen irányba változik az embernek az élete, és én úgy gondolom, hogy ezt én célként kitűzöm, akkor ezt meg is fogom valósítani, el is fogom érni, még kellőképpen tartom magam annyira ambiciózusnak, hogy ez ne okozzon problémát a jövőben, hogy ezeket elérjem. Hosszú távú céljaim is vannak persze, de hát most abban szerintem belemennék, akkor még valóban egy órát még itt ülnénk, hát ha lesz legközelebb alkalom rá, mondjuk majd egy év múlva, akkor mi megkérdezed, hogy így gondoltad, akkor én mondom, hogy igen, pont így gondoltam. Visszajátszunk pont a beszélgetés végét. Megoldjuk a technika segítségével. Zsolti, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a Fehérvár Televízióban.